2021. november 6-án a pilisvörösvári rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 9 település polgárőr egyesületei és önkéntes tűzoltó egyesületei tiszteletvonulást rendeztek az elhunyt Kocka Gábor rendőrölezredes úr emlékére. November 1-én váratlanul elhunyt Kocka Gábor rendőrölezredes úr, a Budaörsi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának megbízott vezetője. Kocka Gábor rendőrölezredes úr rendőrségi tanácsos 1965-ben született Miskolcon. 1996-ban került Budaörsre, ahol haláláig szolgálta a környező települések polgárait. Éveken át volt a pilisvörösvári rendőrőrs vezetője. 21 éves parancsnoki tevékenysége alatt a pilisvörösvári rendőrőrs területén a bűncselekmények száma 5-ére csökkent. A pilisvörösvári rendőrőrs illetékességi területéhez tartozó 9 település: Pilisjászfalu, Tinje, Piliscsaba, Pilisszent Iván, Solymár, Üröm, Pilisborosjenő, Pilisvörösvár és Pilisszántó polgárőr egyesületeinek és önkéntes tűzoltó egyesületeinek tagjai tisztelettel adóznak Kocka Gábor rendőrölezredes úr emléke előtt. Nyugodjon békében!